Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket Arcképek című műsorunkban. Ma újra egy fiatal oktatót mutatnék be, mégpedig a Történelemtudományi Intézet adjunktusa tanárul, dr. Bartók Béla. Tanár, ne haragudj már, hogy azzal kezdem, de gondolom, hogy sokszor, ha megismerkedsz valakivel, akkor rögtön azt kérdezik, hogy milyen lehet ilyen névvel élni? Nekem ez nem szokatlan, már életemben sokszor megkérdezték tőlem, és mindig hozzáteszik, hogy van-e valami rokonság köztem és az elhunyt zeneszerző között, és azt kell válaszolnom, hogy nincs. Csak névrokonságról van szó. Tudomásom szerint pedig itt Heves megyében, vagy itt ebben a régióban elég gyakori a Bartók név. Aha. A Béla keresztnevet a szülők, azt, hogy mondjam, tudatosan a zeneszerző után tették a neved mellé, vagy hát egyéb oka lehetett? Azt hiszem, hogy volt benne valami tudatosság, mert az egész család vonzott a zenéhez, az énekléshez, és ilyen családból származom. Na, tanár úr, akkor ezek után, ahogy a műsorban általában szokott lenni, egy picit az életpályádról beszélnénk, és hát röviden visszamennénk oda, hogy általános iskolás tanulmányaidat hol végezted, és esetleg milyen volt az akkori érdeklődési köröd? Egy kis délhevesi faluban nőttem fel, Tarna Szent Miklósnak hívják, és hát igen, elhanyagolt vagy nehéz helyzetben lévő területe az is ma a megyének is. Akkor is így volt az 1970-es évek elején, amikor elkezdtem az általános iskolai tanulmányaimat, és éppen ezért csak az alsó tagozatot tudtam a szülőfalumban elvégezni. Utána Hevesre kerültem, és ott fejeztem be a felső tagozatot, közvetesítés történt a történelmet már akkor is nagyon szerettük? Igen, azt hiszem, hogy ott a Hevesi 2. számú körzeti iskolában keltették fel a tanáraim az érdeklődésemet. Esetleg meg tudjuk említeni a tanárnő vagy tanárúr nevét is? Tóth Lászlónénak hívják azt a tanárnőt, aki ott egyik kedvenc tanáraim közé tartozott, és történelmet tanított nekünk éveken keresztül. Középiskolába hova jártál? Hevesen folytattam a gimnáziumi tanulmányaimat, ott egy kisebb általános jellegű gimnázium volt, és ott érettségiztem 1985-ben. Ahogy a szakmai életrajzodat nézem, akkor az érettségi után hát nem azonnal kerültél a felsőoktatásba, hanem ha jól látom, munkaviszonyod volt. Erről beszélj nekünk, mert gondolom nagyon jó tanuló voltál. Viszonylag jó tanul voltam, nem voltam kitűnő, de erős 4-es tanulónak számítottam ott az osztályban. Viszont talán nem volt önbizalmam ahhoz, hogy felvételizzek 1985-ben, meg talán a környezetem sem és a egyéb háttér sem volt annyira ösztönző, hogy megmerjem magamat méretni, és jelentkezzek valamilyen egyetemre vagy főiskolára. Ezért inkább a munka mellett döntöttem, és hát másfajta... A vasút az vonzott, mert látom, hogy van egy ilyen bejegyzés is. Igen, a vasút számomra egy megbízható cégnek tűnt, egy megbízható területnek tűnt, és úgy gondoltam, hogy ez biztosítja legalábbis rövid távon a céljaimat. Aztán a katonai szolgálat során gondolkodtam el az életemnek a alakuláson és a jövőmben, és akkor szántam rá magamat arra, hogy másfajta pályára fogok majd indulni. Ekkor már úgy látszott, hogy a történelem lesz ennek a fő tartalma? Igen, megőriztem a gimnázium után is a humán érdeklődésemet, a vonzódásomat az irodalomhoz és a történelemhez, a történelmi irodalomhoz, eseményekhez, olvasmányokhoz, és ezek után úgy gondoltam, hogy a tanári pálya lehet az, ami lehetőséget ad arra, hogy kibontakoztassam ezt az érdeklődésemet. És hát ide az intézményünkhöz jelentkeztél. Mi volt a másik szak a történelem mellett? Magyar volt a másik magyar, szak. Magyar, hát történelem, magyar, ez egy nagyon klasszikus szakpárosítás, és ha jól emlékszem, abban az időben nem is volt könnyű bekerülni erre a szakra. Igen, elég nehéz volt, illetve hát úgy vettem észre akkor, hogy volt egy presztízse a magyar történelem szaknak, legalábbis a humán szakosok között, mert mind a kettő szakon igen magasak volt a követelmények.
és már elnézést, a vasutas tevékenységed alatt nem zökkentél ki, tehát a felvételire fel tudtál készülni, illetve a katonaság, gondolom ott volt kellő időt, hogy felkészüljél. Hát, hogyha pontosítani akarok az életrajzomnak, akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag másfél évig dolgoztam csak a Magyar Államvasutaknál, utána másfél évig katonai szolgálatot töltöttem, és utána pedig egy évig úgynevezett képesítés nélküli nevelőként dolgoztam. Tehát mint 2,5 éven volt arra, vagy körülbelül 2 éven volt arra, hogy áthangolódjak egy egészen másfajta gondolkodás és egészen másfajta pályára. És akkor egy jól sikerült felvételi után elkezdted tanulmányaidat itt a Líceum épületébe. Az akkor gondolom még csak álomnak tűnt, hogy vagy talán eszedbe sem jutott, hogy valamikor ennek az épületnek a katedrája mögött majd te állsz. Igen, meg sem fordult a fejemben. Sokkal inkább azt foglalkoztatott, hogy hogyan fogok majd elhelyezkedni a főiskola elvégzése után. Minden esetre aztán tudták rólam a csoporttársaim is, hogy én szerettem volna tanítani. Az egy év, amit a főiskola előtt eltöltöttem a közoktatásban, képesítés nélküli nevelőként, ez számomra meghatározó volt. Úgy gondoltam, hogy érdemes gyerekekkel foglalkozni, érdemes őket nevelni, tanítani, oktatni, képezni őket, és én úgy készültem tudatosan, meg már idősebb fel is, mint a csoporttársaim, hogy a diploma megszerzése után majd tanítani fogok. Igen, de hát ugye a nézők sejtik, hogy ebben a talentumban, ebben benne volt az is, hogy most lényegében a beszélgetésünknek az aktualitása az éppen a tudományos fokozat megszerzése, a tudományos munka, a tudományos területen elért eredmények. A főiskola után elvégezted az egyetemet. Ez melyik intézményben történt? 1997-ben a Debrecen Egyetemen kaptam meg az egyetemi diplomát. Diplomádat, és úgy sejtem, hogy a diplomamunkád az már a kutatási érdeklődési területeddel valószínű egybeesett. Igen, sőt, már itt a főiskolán Kis László tanáron, pont a történelem tanszéken keltette fel az érdeklődésemet a... Aki most kollégád. Igen, ő keltette fel az érdeklődésemet a... Sőt, nem régiben habilitált, ha szabad ezt elmondani róla, ugye? Igen. Tehát ő keltette fel az érdeklődésemet a nemzeti kérdés, illetve a magyar történelem iránt, és már akkor bekapcsolódtam a TDK munkálatokba, és akkor kezdtem el a Szabó Dezső írónak a publicisztikai tevékenységét kutatni, amelynek nagyon sok történelmi vonatkozásai van. Ezt fejlesztettem tovább aztán a Debrecen Egyetemen, és ez a kérdés lett aztán a kutatási területem a PhD képzés során is. A disszertációdnál, diplomamunkádnál a témavezetőd szerepet játszott később a PhD fokozat megszerzésében is? Azt hiszem, hogy igen, mert arról a Szőke Domokos tanárról van szó, aki itt is tanított a főiskolán éveken keresztül. Jól ismerjük, az egriek is jól ismerik. És utána Debrecen Egyetemnek a főállás oktatójaként, ő volt, aki vállalt engem egyetemistaként is, mint a szakdolgozatnak a konzulense, illetve később a doktori képzés során is tanácsokkal, meg tapasztalatokkal segített a kutatás során. Tanár úr, nagyon érdekesek a kutatási témáid. Több ilyen téma van felsorolva az életrajzodban, a szakmai életrajzodban. Soroljuk fel ezeket, és próbáljunk egy-két mondat magyarázatot hozzátenni. Hát elsődleges a 20. századi magyar eszmetörténet, amit megjelöltem. Hát ez a legközelebb áll a doktori kutatásomnak a témájához is. Mit jelent ez az eszmetörténet? Hát úgy érzem, hogy talán elhanyagolták, vagy háttérbe szorult az eszmék jelentőségének a hangsúlyozása a történelmi vizsgálatok kutatása során. Talán... Valamilyen konkrét példát tudnánk mondani, hogy a nézőknek ez világos legyen? Hát most éppen a Szabó Dezső kérdés kapcsán a népi mozgalom, mint egy eszme irányzat, nagyon fontos része volt ennek a dolgozatnak is. Hát a népi mozgalom a két világháború közötti reformmozgalomnak a terméke, amely olyan gyökeres gazdasági, politikai és társadalmi reformokat tűzött az zászlajára, amelyek még a háború után sem valósultak meg teljes egészében. Tehát ennek az ideológiának, ennek az eszmének a továbbélése foglalkoztatott engem már az elmúlt években. És úgy gondolom, hogy ez az eszme, ez képes mozgató
rúgóvá vagy hatóerővé is válni az emberi tevékenység során mindenféle gazdaság és társadalmi viszonyok figyelembevételével. Tehát az foglalkoztat, hogy egyáltalán bizonyos ideológiák és eszmerendszerek hogyan képesek befolyásolni a történetnek a menetét. Uh-huh. Ez talán a fő kutatási területem. Aztán olvastam ott ilyet, hogy 19. századi anyakönyvek, ugye jól emlékszem, kutatása, egyházi. Igen, mert itt a főiskolán kaptam egy olyan felkérést a tanszéken, hogy oktassam a Magyarország Történelmi Demográfiája című tantárgyat, amelyet Füllős professzor folytatott előttem, és hát igen, magasra tette a lécet, azt hiszem, igen, az elmúlt években, amikor úgymond átvettem tőle ezt a fétabotot, és speciál kollégium keretében ezt főiskolásoknak, egyetemistáknak, bölcsészetnek is tanítom, akkor azon gondolkodtam, hogy milyen gyakorlati jelleget lehetne adni ennek az egész képzésnek, és úgy gondoltam, hogy a 19. század népesedési folyamatok, jelenségek elemzésében nagyon fontos forrást képeznek az anyakönyvek, az egyházi anyakönyvek, mert a polgári anyakönyvezés bevezetéséig gyakorlatilag csak ezekből a dokumentumokból tudunk értesülni a születésekről, házasságokról és a halálozásokról. Uh-huh. És már évek óta speciál kollégium keretein belül hallgatókat is arra kérem, hogy készítsenek ilyen elemzéseket, és magam is részt veszek ezeknek a... Akkor lényegében ennek mondjam azt a módszertana az, ami leginkább, vagy konkrétan mondjuk egy adott hely, területhez tartozó anyakönyveknek a kutatása jelent. Ez még igazából nem kialakult kutatási program, inkább csak a módszertani oldala fontos számomra, hogy megismertessem a diákokat ennek a dokumentumoknak a fölépítésével, szerkezetével, illetve megismertessem velük ennek az elemzési lehetőségeit. Igen, talán majd egy későbbi lehetőség lesz, hogy valami konkrét kiemelt földrajzi terület vagy településnek a anyakönyveit részletesen vizsgálat alá vegyük. Bizony, ez nem egy könnyű, azért is kérdeztem, most én amatőrként mondhatnám, egy kicsit belecsöppentem itt a saját elődeim kutatásainál épp ilyen anyakönyvek vizsgálatával, és bizony az amatőr az hamar elmerül ezekbe, úgyhogy gondolom még a szakembernek is nagyon jó, ha megfelelő módszertani kultúrával rendelkezik. Igen, ezen a területen. Sokszor még latin tudás is, igen, komoly latin tudás is szükséges a megfelelő bejegyzések elolvasásához. Bár éppen az a kor, amit itt említel a szakmai életrajzban, illetve a korábbi évszázadok is, tapasztaltam azt, hogy rendkívül precízek és rendkívül sok olyan információ előjön ezekből, amik abban a korban rendkívül meglepőek. Igen, a hallgatókat is mindig ezt szokta meglepni, mert amikor elmondom nekik, hogy mit kérek tőlük a fél év végére, mert nem csak napolisok, hanem levelezősök is végzik ezt a kutatást, akkor jóformán semmit nem tudnak ezekről az anyakönyvekről, és nagyon sokszor úgy jönnek vissza fél év végén, amikor beadják nekem a házi dolgozatukat, hogy kedvet kaptak hozzá, érdekelte őket esetleg a családjuk történetét is jobban megismerték, és lenne kedvük folytatni is. Ez azért egy fantasztikus jó forrása a történettanár számára, gondolom, mikor ezeket a dolgozatokat olvasod. Igen, mert néhány jobban sikerült dolgozatot én is eltettem magamnak, és esetleg később majd a tapasztalatokat fel fogom használni. Arra nem is beszélve, hogy az elemzés és a dolgozat készítés során kiváló lehet alkalmaz az informatika ismereteket, különböző táblázatok készítésével. Készítésénél nyilván feldolgozásánál. Tanár úr, mi az, ami a kutatásait közül jelenleg most a legaktuálisabb, amit a legfontosabbnak tartasz? Szeretném még kiegészíteni a doktori dolgozatomat azokkal a fejezetekkel, amelyek terjedelmi okok miatt nem fértek be a beadott doktori dolgozatba, és igen, fontosnak tartom, hogy ebben az évben megpróbáljam elkészíteni kiadásra és a doktori dolgozatot. Olyan lektort találni hozzá, akinek a segítségével át tudjuk nézni a szöveget, illetve mondom még egyszer, kiegészíteni esetleg olyan formában önteni dolgozatot, amely nem csak a szűk szakmai közönség tehát számára. Tehát közkincsé válhatnak a tudományos eredményeid, így van. Bővebb olvasó közönség számára is érdeklődésre tartott számot. Elképzelhető, hogy az újabb eredmények után esetleg a habilitációig vezet majd?
Igen, hát legtitkosabb terveim között szerepel ez is természetesen, hogy a következő évben kutatásoknak a folytatásával, hát ilyen és más irányú kutatásoknak a folytatásával kibővítve, esetleg a habilitációt is szeretném előkészíteni. Már ugyan volt szó róla, meg már utaltál rá, hogy a hallgatók milyen tanegységeknél, tantárgyaknál találkoznak veled. Próbáljuk ezt összefoglalni. Hát érdekes, mert talán a történelemtanítás módszertana az, amelyből még többet találkozom a hallgatókkal, mivel mintegy 10 éven keresztül dolgoztam egy 8-osztályos középiskolában egy Tegerben, és azt hiszem, hogy a főiskolára történő meghívásom meg is ez volt az elsőleges oka. Egyrészt az, hogy tehát van tapasztalatom a közoktatásban, és mind a két szakomat tanítottam, magyart és történelmet is, 10-től 18 éves korosztályig, másrészt pedig bekapcsoltam ebbe PhD képzésbe, ami a tudományos munkának egy alapvető feltétele. Még egyszer mondom, hogy talán a módszertan az, amiből leginkább ismernek, mert egy-egy fél évben több csoportot is szoktam gyakorlaton vezetni, nappali tagozatosokat és levelező tagozatosokat is. Hát Csesznokné tanárnével közösen osztozunk ezen a feladaton. És ha szabad itt megjegyeznem, tanár úr, és talán a nézők kedvéért is, hogy a jelenlegi felsőoktatási struktúra átalakulásában, főleg a mestertanárképzés bevezetésénél én rendkívül örülök ennek a megjegyzésednek, hiszen azt nem titkol dolog, hogy valamennyi tantárgy esetében, ahol mestertanárképzés szeretnénk folytatni, a módszertanok a legfontosabbak. Nagyon fontos, hogy jól felkészült és tudományos fokozattal rendelkező módszertanos tanítsa a leendő tanárokat. Igen, az elmúlt hónapokban számomra is tudatosodott az, hogy igen aktívan részt kell venni ebben a továbbképzésben, amely a mestertanár képzésnek az előkészítésében folyik. Bár még némi konfliktus jelent számomra az, hogy hogyan egyeztessem össze a szigorúan vett tudományos kutatásaimat, munkámat a módszertani megújulásnak a lehetőségével. Tehát ezzel a reform folyamattal, amely a módszertani kultúra megújítása a célja. Én remélem, hogy ez, amitről most utóbbi mondatot szólt, ez sikeres lesz, mert azt gondolom, hogy az EGRI Főiskola tanárképzési sikerei, vagy mondhatnám így, hogy az a célja, hogy a régióban a tanárképzés centruma legyen, az pontosan ezeken a feladatok megoldásán múlik. Tanár úr, beszélgetésünk végéhez közeledve, végéhez érve, mindig meg szoktam kérdezni, hogy tudom, egy kutatónak nagyon kevés szabad ideje van. De ha mégis van szabad időd, akkor mi az, amit elmondhatunk, mivel töltöd a szabad idődet? Hát a családom az nagyon sok időt igényel egyébként is a munkán kívül, és mit lehet tudni a családodról? A feleségem szintén itt végzett az EGRI Főiskolán. Szakja? Matematika-fizika szakon végzett, később pedig elvégezte az informatika szakot is még levelező tagozaton, és gyakorló középiskolai és általános iskolai tanár volt addig, amíg el nem ment Gyesre. És 4 gyermekünk van. Hát gratulálok. Ő már otthon van évek óta, és igyekszünk elválasztani, vagy legalábbis igyekszem elválasztani. De ezt a feladatot is nagyon komolyan vetted, úgy látom, és megoldottad. Ez tényleg nagyon szép, 4 gyerek. És mert ebből kifolyólag oda az nekem nincs lehetőségem olyan tudományos munkára, vagy olyan szakmai munkának a végzésére, hanem inkább a szabad időt. Ezt tudom, lehet, hogy meg se kérdezem, mert a szabad időt azt gondolom, hogy valószínű, hogy nagyon kevés is ahhoz, hogy a 4 gyerekkel eleget legyél. Igen, nagy rész a családom tölti ki a szabadidőmet, a főiskolán kívüli szabadidőmet, de azért igyekszem mindig időt szakítani. Az egyik kedvenc hobbim már évek óta, talán főiskolás korom óta a film, a mozi, és hát mióta már ugye van lehetőség otthoni filmnézésre, akkor ez sokkal egyszerűbb, az éjszakai órákban igyekszem mindig alkalmat keríteni arra, hogy az újabb filmeket, vagy a hozzám közel álló filmeket megnézem. Emellett meg talán a zenehallgatás még az, amit ezek az egyéb teendők lehetővé tesznek. Bartók Bélát szereted? Szeretem, nem a kedvenc zeneszerzők közé, igen, tartozik. Jobban szeretem talán a romantikusokat, vagy a 19. századi klasszikus zeneszerzőket, de nem csak komoly zenét, hanem másfajta zenét is szívesen hallgatok. Tanár, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és én azokról a célokhoz, amit megfogalmaztál,
akár a habilitációval, vagy a tanárképzéssel kapcsolatban, ahhoz kívánok neked erőt, egészséget és sok sikert, és azzal búcsúzom a nézőktől, hogy Arcképek című műsorunkkal nem sokára újra jelentkezünk.